mai napon azért gyűltünk itt össze, egy zárt ülés keretein belül, hogy Heves megyébe kialakítsunk roma védelemlátot. Tehát mielőtt még ebbe belekezdenénk, engedjétek meg, hogy egy néhány gondolatot felolvassak nektek. Mint tudjuk, az elmúlt évek során egy olyan ellenséges rendszer alakult ki Magyarországon, ami nekünk romásnak csaknem az életünkre és a életünket és létünket kockáztatta. Sajnos az elmúlt 3-4 évben 19 roma családot támadtak meg szélsőséges nácizmus barlangcsoportok. A 19 romából majdnem, hogy mindegyik életét vesztette. Azt tudni kell, hogy ezek a romák dolgos és szorgos emberek voltak, és senkinek nem ártottak. Csak azért kellett megvalniuk, mert cigányok voltak. Sajnos azóta is folytatódik a gyűlöletbeszéd, folytatódik a diktatúra, és Vona Gábornak természetesen az uszítása. A Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt Kolompán Orbán az akkori országos cigány kormányok elnöke és néhány képviselő elérte, hogy a bíróság a szélsőséges csoportokat megszüntesse. Ennek ellenére a Magyar Gárda újjá alakult, a Magyar Bíróság helyt adott nekik. Nyíltan böcsmérelhetnek minket, nyíltan dobálhatnak, nyíltan kijelenthetik, hogy el kell a saját országunkat adjuk. A kormány és a rendőrség tétlenül elnézi, nem állnak ki mellettünk, és mi sem állhatunk ki magunk mellett, mert ha mi kiállunk magunk mellett, minket azonnal leállít a rendőrség, leállít a kormány, ugye nem akarom most annyira kibontani a cigánygárdát, mert csak szóbont róla, és ugye a fiatalembert azonnal előállították. És ez miatt én úgy gondolom, hogy véget kell vetni annak, hogy mi magunk ilyen nem állhatunk ki, véget kell vetni annak, hogy a családunk, a gyerekeinket nem engedhetjük el már úgy az iskolába, hogy otthon ne idegeskedjünk, hogy vajon hazajönnek-e, vagy mi történik velük közben. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van a roma védelmi láncra, és nem azért, hogy erővel szembeszálljunk bárkivel is, azért, hogy a saját romáinkat, önmagunkat meg tudjuk védeni az atrocitásoktól és a szélsőséges támadásoktól. Tehát én úgy gondolom, hogy véget kell már vetni ennek az egésznek, tehát meg kell mutatjuk azt, hogy mi eddig se féltünk, csak mi tisztességből, mi szolidaritásból nem mentünk szembe senkivel. Tehát mi a törvényes keretek között szeretnénk most is a roma védelmi lánccal is természetesen megoldani a saját problémáinkat és helyzetünket. Ami még rám vonatkozik, és én kérem is majd a jelenlévő médiát, televíziót, hogy ez így is menjen ki, tehát ez az én döntésem, hogy Vona Gábort felfogja az európai keresztény demokratikus pártja jelenteni emberölésre való felhújtásért. Hiszen 2008 környékén ő volt az, aki elkezdte a gyűlöletbeszédet, ő volt az, aki nyíltan böcsmérelt a cigányokat, és ő volt az, aki kijelentette, hogy a cigányokat ki kell írtani Magyarországról, cigánymentes Magyarország legyen. És az ő beszéde után kezdték el a cigányokat megtámadni azok az emberek, akik jelen pillanatban a letartóztatásban vannak helyezve. Az ő gyűlölet beszéde irritálta és biztatta arra ezeket az embereket, hogy támadják meg a cigányságot. Én ennyit szerettem volna elmondani.